mindent megtettünk minden mérkőzésen azért. Már Ferencváros ellen is szerintem jól nézett ki a csapat. Ott sajnos nem jött össze a pontszerzés, de a Videóton ellen már sikerült, illetve utána behúztuk ezt a fontos kupameccset, illetve a Vasas meccset is. Úgy érzem, hogy a csapat kész van a mérkőzésre, és kész van arra, hogy megverjük a Honvédot is, és megszerezzük a 3 pontot. Büszke vagyok a csapatra, hogy így alakult ez az elmúlt pár mérkőzés. Előre kell tekintenünk, és ezt a kemény munkát, meg az alázatot, amit beletettünk az elmúlt meccsekbe, tovább kell vinnünk. Úgy érzem, hogy sikerült azt megtennem, amit a mester kért tőlem, illetve mindig próbáltam mindig a maximumot nyújtani. Úgy érzem, hogy többé-kevésbé sikerült is, próbálok élni a lehetőséggel, illetve folytatni továbbra is ezt, amit csináltunk a mérkőzéseken, mind csapat szinten, mind személy szerint én is. Úgy érzem, hogy 100%-ig beletettünk szívünket, mindent, illetve az eredmény is igazolja azt, hogy mi álltunk ezekhez a mérkőzésekhez. Jól esett a lelkemnek, hogy ezek a meccsek így sikerültek, és hozzá tudtam járulni a csapatnak a sikeres szerepléséhez. Profi vagyok, ezért dolgozom. Hogyha lehetőséget kapok, akkor maximális teljesítményt próbálok nyújtani. Kijött a lépés, viszont mindig maximalist embernek gondoltam magamat, vagy gondolom magamat, úgyhogy tovább szeretném vinni ezt a teljesítményt, és tényleg hasznára lenne a csapatnak. Na, nagyon nehéz meccsre számítok, hiszen a Honvéd ugye a tavalyi bajnok. Mindig nehéz ellenük játszani, egy kellemetlen csapat, de hogyha ugyanezt a formát tudjuk továbbvinni, illetve ugyanezt a játékot tudjuk képviselni, amit eddig is képviseltünk, és hátul a védekezést én személy szerint azt tudom garantálni, hogy nullára lehozzuk, akkor a pontszerzés már benne van minimum, de mi nyerni szeretnénk. A Honvéd ellen mindig nehéz mérkőzést játszottunk. Egy jó csapatról van szó, ugye a tavalyi bajnokról. Az elmúlt mérkőzésünk is sikerülhetett volna jobban, ott a végén nem koncentráltunk. Most is a végéig kell kitartanunk, és ezt a csapatszellemet, ezt az összetartást, ami tényleg jellemzett minket, ezzel sikeresek lehetünk tényleg, és beúszhatjuk a mérkőzést.